1946-ban szerveződött össze a magyar közösség ott, és ez a Balboa Parkban van a magyar ház, de nagyon sok más nemzetiségi ház van, és először a csehekkel, szlovákokkal voltak együtt, és 96 óta van egy saját házuk. Tehát van egy komoly történelme a magyar közösségnek. Ezen szerintem, ami igazán összefogja őket, ez a közös cél, és ez nagyon jól definiálva van, ami szerintem segíti nekik az összetartozást és a közös munkát. És ez a közös cél, ez a magyar kultúra, magyar nyelv ápolása és továbbadása, illetve bemutatása ott Amerikán, San Diego-n belül. Mi volt a feladat? Hát három csoportba tudom tenni, az egyik a tanítás volt, volt egy magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek, volt egy kezdő és egy haladó csoportom, van egy hétvégi magyar iskola, gyermekiskola a házban, itt a nyolcadikosokat tanítottam, illetve van egy gyermek néptánc csoport, ott is tanítottam szatmári verbunkat és cigánytáncokat, szatmári csárdást és friss csárdást, illetve a cserkés csoportban magyarságismeretet oktattam, és a második csoport, amiben tudom sorolni a tevékenységem, az a klubok szervezése, vezetése. Így például kiránduló klubot szerveztem, társasjáték klubot, fitness klubot, illetve a már létező Hölgyek és Urak klubjában előadásokat tartottam, és egy másik San Diego-i hölgy segítségével gyermek nyelvművelő klubot tartottunk. És a harmadik tevékenységem pedig a Magyar Házban hétvégente hostesskedés volt, itt a betérő turistáknak a magyar kultúráról meséltem, megmutattam a kiállításunkat, illetve beiglivel és kávéval kínáltam őket. Szép gazdag program. Igen. Ezek voltak az állandó programok, de természetesen, mint minden más KCP-snek, ünnepségek, alkalmi koncertek szervezésének a segítése, tehát nagyon sok más plusz programban is részt vettem. Mit adott neked ez a 18 hónap személyesen? Hát én nagyon-nagyon sok mindent kaptam. Úgy érzem, hogy nagyon jó barátokat, egy családot. Tényleg családként szerettek és segítettek végig engem. És azt hiszem, megtanultam azt, hogy tényleg mennyire nagyszerű együtt, közösen dolgozni, közös célért, és tényleg a tökéletességre törekedve, vidáman dolgozni. Azt hiszem, ezt tanultam tőlük.